professzor úr, itt ezen a mai konferencián is nagyon sok szó esett a digitalizációról. Hogy jelenik meg az egyetemi oktatásban ez? A magyar mezőgazdaságban nagyon nagy kihívás, de egyben lehetőség is a digitális adatbázisok feldolgozása. Valamennyi technológiai beavatkozásnál digitális adatok képződnek. Emellett például a Debrecen Egyetem feldolgozta az utóbbi 40 évben a tartalomkísérletek adatbázisát. Például csak egy időjárás adatsorra egy adatbázis 9 millió adatot tartalmaz. Azt gondolom, hogy a versenyképességet, a mezőgazdaság gazdálkodásában a hatékonyságot, az is szolgálhatja, hogyha meglévő adatainkat, digitális adatainkat, adatbázisainkat felhasználjuk elsősorban a felsőoktatásban, a képzésben, nagyon fontos, de a kutatásfejlesztés, sőt az új innovációs munkánkban, de valójában a legfontosabb, hogy ezek az adatbázisok, ezeknek a használata a gyakorlatban a gazdálkodókat segítsék. Gyakorlatilag az új precíziós eszközök, kompjúterek, de valamennyi erőgép tudja már hasznosítani ezeket az adatokat, de valójában ennek a versenyképességben való szerepe, vagy a hatékonyság növelésében az agrármérnökök feladata. Tehát az agrármérnököknek kell tudni használni az adatbázisokat. A Debrecen Egyetemen belül a Mezőgazdaságtudományi Kar, a Földhasznosítási Intézet és az Informatikai Kar Adattudományi Intézete, Hajdú professzor úrral különösen együttműködünk, hogy a meglévő agráros adatbázisokat elsősorban a informatikai kar által fejlesztett program vagy a szuperszámítógépük használatával gyakorlati eredmények kialakítjuk. Gyakorlatilag belátható időn belül fognak mind az egyetemi hallgatók, mind az oktatók, de remélem, hogy az innováció révén a gyakorlatban dolgozó szakemberek is egyrészt találkozni, de hogy hasznosítani is tudják ezt. Azzal szeretném ezt talán még megerősíteni, hogy rengeteg digitális térkép is készül. Elsősorban ugye a termés térképek, talajtérképek, meg a különböző kamerás felvételek, vagy akár a műhold felvételek is adatbázisokat képeznek, és úgy gondolom, hogy ez a mi kezdeményezésünkre, de főleg a Informatikai Adatbázis Intézettel együttműködve a gyakorlatot fogják majd szolgálni belátható időn belül.